Műsorunk vendége Balassa Endre, a Pannonreg regionális ügynökség topolyai irodájának a vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük azzal a beszélgetést, ami a legaktuálisabb, hogy lezajlott egy úgynevezett akkreditált képzés kezdő vállalkozók számára. Nézzük, hogy mi történt és hogyan történt. Tulajdonképpen ez része annak a portfóliónak, amivel az akkreditált regionális fejlesztési ügynökségek foglalkoznak, és kell, hogy foglalkozzanak. Szerbia Fejlesztési Ügynöksége megbízásából. Tehát a 11 képzés közül, ami valahol ezen az étlapon van, ez az egyik, és talán az egyik legnépszerűbb is, ami valahol egy kicsit jó hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a vállalkozói kedv valami módon fokozódik itt a környezetünkben is. A képzés két napos, és tulajdonképpen olyan témákat dolgoz fel, amelyek fontosak mindazoknak, akik vagy most gondolkodnak vállalkozás nyitáson, és úgy keresik a helyüket, vagy frissen megnyitottak, és rájöttek, hogy azért bizonyos témákat talán jobban körbe kellene járni, hogy sikeresek legyenek. Úgyhogy ez a mostani csoport is így állt föl 9 résztvevővel, ezt teljesen magyar nyelven tartottuk, az, hogy a prezentációk diák két nyelvűek, hiszen a szakkifejezéseket jó párhuzamosan is ismerni. Úgyhogy fokozatosan, hogy összejöttek a jelentkezők, úgy szerveztük meg ezt a csoportot. Úgyhogy itt most Zentáról, Törökkanizsáról, Hajdújárásról, Szabadkáról, Topolyáról, és voltak résztvevőink. Fontos talán elmondani azt, hogy érdemes figyelni az ilyen lehetőségeket, hiszen ez a képzés is, illetve a képzésen való részvétel, tehát képzés teljesítése előnyt jelent azokon a pályázatokon, amelyek kezdő vállalkozókat támogatnak. Úgy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, mint a tartomány, vagy a Szerbia Fejlesztési Ügynökség által kiírt kezdő vállalkozóknak szóló pályázatokon mindenhol vagy pluszpontot jelent, vagy akár kizárási ok lehet, hogyha nem vett részt a pályázó ilyen képzéseken. Ritkaság egyébként, hogy az ilyen jellegű képzések magyar nyelven hozzáférhetőek. Tudjuk-e azt, hogy hányadik alkalommal került a Pannonreg szervezésében magyar nyelven az ilyen képzés megszervezésre? Éves szinten a Pannonregnek van egy tervezett ilyen képzési naptára is, úgyhogy ezekben tervezve van, és az igények szerint. Hát az idén én 3 ilyen képzést tartottam, amelyek magyar nyelvűek voltak. Szerveztünk ilyet Kanizsán, szerveztünk Zentán, és most Topolyán. A teljesség igénye nélkül, hiszen ugye a kétnapos képzésnek a tartalmát nem tudjuk itt belesűríteni most ebbe a műsorba, de azért nézzük, hogy milyen témakörök kerültek feldolgozásra. Ez nagyjából egy megszokott menetrend, és én úgy gondolom, hogy fokozatosan terheli a hallgatókat. Először egy picit foglalkozunk ugye a vállalkozóval, mint egyénnel. Milyen fajta ember is úgy általánosságban az a vállalkozó, aki tudatosan vállalja ezt a sorsot. Tehát, hogy milyen fajta tapasztalatokkal vagy habitussal kell rendelkeznie. Utána egy következő nagy blokkban mindazokat az alapfogalmakat járjuk körbe, amelyeket általában a vállalkozóktól kérnek, akkor is, ha pályázatot ír, vagy akkor is, hogyha kölcsönér folyamodik, és üzleti tervet kell készítenie. Tehát maga a beszállítók, a piac, a vezetés struktúrája, a piac szegmentálása, a vásárlók meghatározása, a pénzügyvitel, eredménymérleg,
készpénzforgalmi mutatók, ugye divatos szóval a cash flow. Tehát ezek a kifejezések, amelyekkel ugye nem mindenki születik, sőt nem is mindenki tanul közgazdásznak. Tehát azért jellemző az, hogy sok vállalkozó ezt tudja, csinálja intuitíven, eleget is tesz ennek, de ugyanik papírra kell tenni, és főleg a kezdőknél azért ez sokszor van, akkor gondok vannak. Tehát ezeket az alapfogalmakat járjuk körbe, azokkal a rutinokkal, amit érdemes erről tudni, és utána akinek szüksége lesz, és akit érdekel, hát majd mélyebben belássa magát. Ugyanúgy egy nagyon komoly blokk a képzés vége fele a jogi környezet és az adózási környezet. Tehát, hogy milyen gazdasági társaságokat, milyen feltételekkel, hogyan lehet alapítani, hogyan kell kiválasztani a számukra a legmegfelelőbbet, mik itt az aranyszabályok, és aztán ez a döntés ugye milyen kötelezettségekkel jár. Tehát vállalkozás formájától függően különböző adózási feltételek vannak, tehát itt mire kell számítani. Úgyhogy úgy körbejárjuk ezeket a témákat. Hát ez a képzés elsősorban azoknak van tényleg, aki vagy most kezdi, vagy elkezdte, de azért most tisztában szeretne látni. Nyilván, hogy érdekesen lenne egy kicsit azt is kibontani, és hát valószínűsítem, hogy ez kiderült ott a képzés során, hogy ezek a kezdő vállalkozók, illetve említettük azt is, hogy esetleg volt közöttük potenciális vállalkozó, aki majd ezután próbál vállalkozni, hogy milyen típusú vállalkozásokban gondolkodnak. Igen, ez egy érdekes tapasztalat mindig, de azt kell mondjam, hogy vegyes azért ez a kép. Talán egy-két évvel ezelőtthöz képest azért azt is megállapíthatjuk, hogy egyre inkább a konkrét szakmák felé és a termelés felé tolódik el. Ami úgy gondolom, hogy jó, persze. Néhány évvel ezelőtt elsősorban ez még szolgáltatásokra, hogy kevésbé konkrét dolgokra vonatkozott volna. Üzletet nyitott egy kereskedő, ugye? Vagy például, igen, ami kell persze, de talán ott azért kevesebb a szabad tér. Most viszont, ha csak ezt a csoportot sorolnám fel a teljesség igénye nélkül, akkor van itt olyan, aki asztalos vállalkozást készül nyitni, van olyan, aki kézműves söröket szándékolik gyártani, van olyan, aki autómosót, van olyan, aki autószerelőműhelyet, van olyan, akinek tanyája van és falusi turizmusra szándékozik berendezkedni. Tehát úgy gondolom, hogy ez már úgy egy kerek egész, tehát aki teret lát, az azért most már nem valami divatos ágazatba akar vállalkozni, hanem egyaránt megszándékoznak próbálkozni különböző téren, és ez jó. Mennyire sikerült interaktívvá tenni ezeket az előadásokat, tehát akár szándékosan, akár spontánul, ugye úgy zajlott-e, hogy az előadó előadta a mondani valóját és kész, vagy pedig folyamatosan kérdezett a hallgatóság, érdeklődött esetleg a saját tapasztalataikat, vagy saját dilemmáikat is felvetették? Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen, mert ritkán beszélgettünk ezzel a képzéseknek erről az oldaláról. Hát igazából akkor van értelme felnőttekkel dolgozni, és képzést tartani felnőtteknek, hogyha ezek interaktív képzések. Tehát egymástól legalább annyit azért meg tudunk tanulni, gondolom ebben egyet értünk, hiszen bizonyos élettapasztalat, vállalkozói tapasztalat van már mindenki mögött. Tehát az egymás közötti interakció az legalább annyira fontos, mint az előre eltervezett anyag. Úgyhogy azok a képzések, amelyeket jó magam is szervezek és tartok, azok mindig interaktívak. Tehát ezt persze elő kell készíteni, ehhez kellenek munkalapok, kellenek előre elkészített kérdőívek, sok minden más, hogy az a jó beszélgetés be is induljon. De ez most is teljesen sikerült, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon intenzív, de szerintem mindenki számára valahol élvezetes képzésén vagyunk túl. Vezető politikusaink egyébként gyakran emlegetik azt, amit mi is említettünk itt a beszélgetés kezdetén, hogy növekvőben van, tehát feljövőben van a vállalkozási kedv Szerbiában, és hát a politikusok emellett azt is gyakran emlegetik, ugye, hogy sikerült vállalkozás barát környezetet teremteni, illetve hogy ezen dolgoznak, tehát hogyha nem is sikerült még tökéletesre vinni a dolgot, ugye a maga természetéből adódóan ezt tökéletesen nem is lehet vinni, de hogy sokat sikerült rajta
javítani. Ez valóban így van az ön véleménye szerint, és ezt megerősítették a résztvevők tapasztalatai is? Hát azért én árnyalnám egy picit ezt a képet. Kétségkívül van fejlődés. Tehát azért ahhoz képest, hogy néhány év, amikor még valaki céget akart nyitni, akkor intézménytől intézményig, vagy tolóablaktól tolóablakig járkált és futtatta ő maga a papírokat, és csak hogy nem elnézést kellett kérje, hogy bocsánat, hogy élek egy pici túlzással. Ahhoz képest azért ez most már tényleg sokkal egyszerűbb. Maga az adminisztrációs dolga a cégnek, a nyitása vagy a zárása, vagy az adószám automatikus megkapása, vagy hogy nem kell külön menni egyik vagy másik hivatalba. Tehát ezek a dolgok azért javultak. Ez mondjuk nem látványos, és az látja, vagy azt tapasztalja, aki nyit vagy csuk be céget, vagy ilyesmi. De azért úgy gondolom, hogy a támogatási rendszer az még lehet sokkal emberarcúbb. Lehet sokkal közvetlenebb. Itt is kétségkívül történnek azért lassan előrelépések, de nagyon-nagyon lassan. Tehát, hogyha ezeket a lehetőségeket többet lenti szervezeteken, akár például egy ilyen akkreditált fejlesztési ügynökségen keresztül tesznek majd elérhetővé, hogy mi direkt tudjunk találkozni adott esetben a vállalkozóval, és első kézből, annélkül, hogy valaki felülbírálna ezt, vagy még utána három aláírás kelljen hozzá esetleg támogatást adni, anyagi jellegűt, vagy nem anyagi jellegűt, tehát saját kezdeményezéseinket is könnyebb lesz valahol a rendszerbe építeni, akkor úgy gondolom, hogy ez még jobb lehet. Egyébként úgy gondolom, hogy adózási szempontból nagyjából középkategória vagyunk, tehát én nem írnám azért azt alá, hogy a régióban a legjobb, mert ezt a kis vállalkozók azért, vagy a kezdők egyáltalán nem érzik. Az tény, hogy például tavaly előtt kiegyenlítették a külföld és hazai befektetőket. Tehát egy hazai vállalkozás most a munkahelyeket szándékozik nyitni, akkor ugyanolyan támogatásokat tud megvalósítani, mint például egy külföldi befektetés. Ezek nagyon apró, de nagyon fontos dolgok, hiszen szerintem sokaknak föltűnt az, hogy amikor egy nagy külföldi cég települt Szerbiába, akkor munkahelyenként x ezer euró támogatást kapott akár, és akkor joggal mondta a hazai vállalkozó mondjuk, hogy hát igen, én is tudnék ennyi pénzi munkahelyet nyitni. És teljesen igaza volt. Na most valahol azért ez változik. Tehát történnek ilyenfajta strukturális változások, amelyekkel meg kell tanulnunk élni. Tehát ez még azért egy picit úgy sántikál. A vállalkozási profilok egymástól egyébként esetenként merőben eltérőek, és éppen ezért nagyon nehéz általánosítani, de hogyha mégis megpróbáljuk, akkor mik azok a leggyakoribb hibák és tévhitek, amiben a kezdő vállalkozók beleestek, és esetleg utána ez okozza azt is, hogy kudarcot vallanak, tehát hogy felhagynak a vállalkozással. Lehet-e ilyet kiemelni? Nehéz. Van néhány kritikus pont, amit mi ezeken a képzéseken fel is dolgozunk, és ez valahol a közgazdasági tudáshoz, és demisztifikáljuk ugye ezt a témát. Tehát nem kell közgazdasági egyetem ahhoz, hogy valaki jó vállalkozó legyen, de alapdolgokat vagy tudni, vagy érezni kell. Például mi ezen a kezdő vállalkozók számára szervezett képzésen is nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy mit is jelent az, hogy készpénz áramlás. Hogyha a beszállítóktól, mit tudom én, 15 napos fizetésre kapja valaki a nyersanyagot, ő meg 60 napos megfizettetésre adja el a termékét, akkor tisztában kell lenni, hogy három ciklus saját zsebből kell forgott tőkében megpénzelni. És annak mennyi értéke van, hogy nem csak az eladott árun szerzett haszontól függ a vállalkozás sikeressége, hanem attól is, hogy mennyire vagyunk ügyesek a beszállítókkal való tárgyalásban, hiszen ezek a fizetési kondíciók, ezek késés vagy nem késés, minőség vagy nem minőség, ott kezdődik. Tehát ezek az ilyen dolgok, amit nem biztos, hogy úgy első olvasatra
mindenki átlát. Foglalkozunk azzal, hogy hol van a termelésnek vagy a szolgáltatásnak a kifizetődőségi pontja. Ugye elvileg az az a pont, amikor a költségeim és a bevételeim azonosak, tehát ahogy mondasz, cash pozitív, nullán vagyunk. De az nem elég, mert hogyha megbetegszünk, hogyha tönkre megy a gép, hogyha biztosítást kell fizetnünk, hogyha megbüntet bennünket a felügyelőség, és arra nincs fedezetünk, akkor mi már becsődöltünk idézőjelbe. Tehát ezeket a dolgokat szoktuk jól kibeszélgetni közösen, hiszen általában mindig van már vállalkozó, aki működik, és meg tudja erősíteni, hogy igen, azért ezek a dolgok fontosak, és sokkal jobb ezeket papíron látni, amitől sokan egy picit félnek üzleti terv meg papírra rakni meg minden, és azt szoktam mindig mondani, hogy az első üzleti tervet vállalkozónak magának kellene megírni. Nem megíratni valakivel, magának megírni, hiszen akkor látja papíron. Ami példát tegnap is feldolgoztunk, ugye az eredmény mérleg, bevételek, kiadások, illetve a készpénz áramlási mutató. Egy nagyon egyszerű példán, elvileg papíron mondjuk az ötödik hónapot 1300 pénz plusszal fejezzük, de hogyha a készpénzforgalmi mutatókat nézzük, az még ott mínusz 4700. Tehát már pluszot hoz a vállalkozás, de még rakni kell bele, hogy legyen forgótőke. Tehát ezeket az ilyen dolgokat úgy, amikor közösen táblán megnézzük, akkor általában ezeken az evaluációs papírokon, amiket kérünk, hogy a képzés végén töltsék ki, mi volt a legjobb, mi volt, vagy mi tetszett kevésbé, általában hát közel 50%-a a hallgatóknak azt állapítja meg. Igen, azt tanulta meg leginkább, hogy nagyon fontos a tudatos tervezés és a papíron való követés a vállalkozás állásának. Korábban egyébként az volt a helyzet, illetve hát megéltünk olyan időket is, amikor a vállalkozóktól az állam kizárólag csak elvett, tehát megadóztatta őket, és mondhatjuk úgy, hogy jóformán semmiféle támogatási rendszerrel a másik oldalon nem próbálta őket segíteni. A későbbiekben ugye az állam belátta, hogy ez így nem megy, és hát ma már az a helyzet ugye szerencsére, hogy itt vannak a tartományi, itt vannak a köztársasági források, emellett a kettős állampolgársággal rendelkező vállalkozók már az anyaországbeli forrásokat is igénybe vehetik. Sokan erre úgy tekintenek, hogy elegendő lenne a támogatásokat megpályázni, és egy vállalkozó már akár ebből is meg tudna élni. Azt hiszem, hogy ez is egy komoly tévhit, ugye? Hát szerintem igen. Egyrésztről azért, hát hogyha ez annyira jó, annak valószínűleg mindenki tudna, és mindenki sikeres vállalkozó lenne. Tehát azért nem ilyen egyszerű ez a történet. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vállalkozókat a rendszer, az állam segítse abban, hogy versenyképesek legyenek. Hiszen a vállalkozók naponta versenyeznek egymással is, külföldi vállalkozókkal is, attól függ, milyen szférában dolgoznak. És ehhez szükséges, hogy előbb-utóbb be tudják hozni azt a lemaradást, ami miatt önhibájukon kívül vannak itt Szerbiában már 20-30 éve. Tehát azért versenyképesnek lenni, ne okvetlen említsük a kínai termékeket vagy vállalkozókat, de a szomszédos országok termékeivel is nem kis kihívás kell ez. Mindegyik pályázat egyébként kivétel nélkül igényel önrészt is. Tehát azért a sajátot is be kell tenni, illetve attól függ, hogy milyen pályázat, mekkora nagyságrend, hát nagyon sokszor ez úgy van, hogy ugyanannyit be kell tenni, mint amennyit kap támogatásba esetleg a vállalkozó. Sőt, egyre inkább olyan irányba tolódnak el ezek a pályázatok, és azért az Európai Unióban is jellemzően a versenyképességhez kötődő pályázatok így működnek, hogy utófinanszírozás. Tehát először a saját eszközéből megvalósítja a vállalkozó, és utána pályázik a támogatásra, és hogyha sikerült, minden rendben, szabályosan van, tisztán, számlák szerint, nem megkerülve az adókat, elköltve az a pénz, akkor utólag adják vissza. Tehát a pályázás is úgy gondolom, hogy ugyanolyan fontos karikájává válik lassan a vállalkozások működésének, mint maga a rendes munka.
hiszen ideális esetben, hogyha ügyesen tervezi a fejlesztési lépéseket valaki, és minden évben kitűzi magának célul, hogy egy vagy két kisebb pályázatot érjen el, nyerjen meg, akkor egy pillanatba kell kivenni a forgótőkéből ezt a pár ezer eurót, és azt, ahogy a régi öregek mondanák, hát én édesapám is, ahogy mondta volna, azt fialtatja. Tehát akkor minden évben egy pályázatot, ami épp a szűk garat, megpályázik, lép egyet, de közben dolgozik teljesen normálisan a vállalkozása. És akkor lehet ezt különböző törések nélkül csinálni. Az utófinanszírozás előnye ugye, hogy arra kényszeríti a pályázót, hogy ő neki úgy kell gondolkodni tulajdonképpen, hogy akkor is fenn kell, hogy maradjon, hogyha nem nyer majd a pályázaton, és hogyha mégis nyer, ugye, akkor ez egy jó hátszelet biztosít. Pontosan így van, és olyan irányba tereli ezt a gondolkodást, hogy tényleg reális fejlesztésekbe gondolkodjunk. Tehát amit így is úgy is megcsinálnék, mert kell, hogy versenyképes legyek. Míg a teljes előfinanszírozott pályázatoknál azért fönnáll az a veszély, még hogyha nem is túl nagy, de fönnáll, hogy esetleg azért utazok erre a pályázatra, mert hát jó, most van zöld gépem, aztán nem az szebb kék színű. Nem biztos, hogy okvetlek, de ha már adják, akkor vesszük. Míg az utófinanszírozás az tényleg olyan irányba tereli a dolgot, hogy tervezzünk előre, és én jó magam is azt szoktam igazából tanácsolni, hogy jó lenne, hogyha vállalkozóknak lenne ilyen fejlesztés vagy prioritás listájuk, hogy mit kell mindenképpen megcsinálni például az elkövetkező évben, akár saját költségen is, hogy versenyképes maradjak, mert ahhoz, hogyha már hozzátesz valaki 20%-ot, vagy 30%-ot, az nagyon komoly haszon, mert így is úgy is megvalósítanám. És egy másik lista, ami picit hosszabb távú, 2-3-4 éves tervek akár, amit körülbelül akkor kell majd megvalósítanom, de hogyha valaki 50-80%-ot esetleg pályázatból hozzátesz, akkor lehet, hogy átugrok lépéseket az első listáról. Tehát muszáj, valami módon úgy gondolom, sikeres pályázathoz muszáj jól tervezni. Mai műsorunk vendége Balassa Endre, a Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség topolyai irodavezetője, és akkor végezetül még hagyjunk néhány szót arról, hogy ezen a képzésen kívül, ami most éppen frissiben lezajlott, mi újság van még a Pannonreg házatáján, mire tudjuk felhívni az emberek figyelmét? Egyrésztről mi magunk is pályáztunk, és támogatásokat is kaptunk arra, hogy ezek a képzések, amelyek hát az étlapon vannak, ahogyan ezt már mondtuk, a legattraktívabb belőle elérhetővé váljanak magyarul is teljesen, hiszen eddig ez nagyjából a munkatársakon és rajtunk múlott, hogy mennyire sikerült ezt megtennünk. Ezt pályázati úton most megnyertük Belgrádban, és teljes mértékben elérhetővé válnak magyarul is, illetve egy érdekes téma, érdekes újdonság, hogy szintén pályázatnak köszönhetően a szociális vállalkozások témakörében képezzük mi is magunkat, illetve készítünk anyagokat, hiszen egyre többen érdeklődnek a dolog iránt is, mit is jelent az, illetve az önkormányzatok szintjén elég fontos gazdaságfejlesztési intézkedésnek tartja a szakirodalom, és preferálják Szerbiában is. Tehát szükség lesz itt is támogatást adni azoknak, akik ilyesmibe gondolkodnak. Persze mi is nyerünk pályázatokat is, most van egy aktuális, most induló Szerbia-Horvátország határát nyúló pályázat, amit a Szabadkai Központ irányít, és nálunk is lesznek bele természetesen aktivitások. Ez is gazdasághoz és mezőgazdasághoz, illetve különböző felmérésekhez kötődik. Egy következő műsorunk témája akár lehetne is ez a szociális vállalkozásoknak a témája. Minden esetre műsoridőnk is véges, tehát nem maradt más hátra, mint hogy Balassa Endrének, a Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség topolyai irodavezetőjének megköszönjem, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen a lehetőséget!